Várakozó utasok Pécsen az Uránvárosi buszpályaudvaron. Szeptembertől változik a menetrend, 10%-kal csökkentik az induló járatok számát, emelik a jegyek árát. A városvezetés már a nyáron jelezte, hogy erre készül. Az ÖPK-DNP képviselője szerint ez rossz irány. Ez elfogadhatatlan, különösen azért, amire hivatkoznak, hogy a pandémia után nem szoktak vissza a buszra az emberek, fele annyi bérletet tudtak eladni, hát ez szerintem a cégvezetőknek a hibája, hogyha nem tudták ezt elérni, hogy megfelelő szolgáltatással, megfelelő jegyárakkal visszacsábítsák az utasokat. A városvezetés adatai szerint a Tükebusz ZRT bérletértékesítésből származó bevétele a 2019-es évhez képest tavaly 40%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a cég korábbi 2,5 milliárd forintos jegy és bérlet árbevételéből mintegy 1 milliárd forint esett ki. Ezért kell csökkenteni a cég működési költségeit a kevesebb járattal, a jegyár emeléssel. Kővári szerint nem ez a megoldás. Mi ellenkező irányt javasolnánk, alapvetően olcsóbbá kellene tenni a jegyeket, és népszerűbbé kellene tenni az utazást azzal, hogy megfelelő időben pontosan érkeznek a járatok, és a lehető legsűrűbben, hiszen nyilván így fogják tudni kiváltani az autókat. Egyéb iránt ez lehetetlen, és ezt teljesen rossz iránynak tartjuk. A képviselő szerint a peremkerületeken élőket sújtja majd az intézkedés, onnan indul majd kevesebb járat. A szeptemberi menetrendről, a járatritkításokról, a jegyár emelésről ezen a héten döntenek az önkormányzat bizottságaiban. Ha támogatják az elképzelést, akkor az iskolakezdés idején csökkentett járatszámmal indul az ősz.